Csütörtökön este is várjuk Önöket a hírórával 19 órakor. A hírös hírekben beszámolunk arról, hogyan búcsúztak barátai, tisztelői Farkas Gábortól a civil szervezetek házában. Utána jártunk, mi lenne a megoldás a 2004 óta félkészen álló szellemház ügyében. Ellátogattunk az esélysportnapra, ahol együtt mozogtak a fogyatékkal élő és az egészséges fiatalok. Hazánkban 21 ezer idős ember vár arra, hogy bekerülhessen egy bentlakásos intézménybe. Ezzel a problémával is foglalkozunk kiemelő magazinunkban. Emellett az illegális gyorsulási versenyekről is beszámolunk, valamint többek között erről is kérdezzük stúdió vendégünket, Szőkéné Kopping Rita önkormányzati képviselőt, a DK kecskeméti vezetőjét. Paletta magazinunkban a hétvégi kikapcsolódáshoz adunk tippeket. Tartsanak velünk 19 órától!